Az Ipoly a Vepor hegységben ered, és Ipoly-Tarnusznál lépi át a magyar határt. A folyószabályozások által kiegyenesített 254 km hosszából 143 km található Magyarországon. A Duna hazai szakaszának egyetlen baloldali mellékfolyója. A felső szakaszt keskeny, gyorsfolyású, kanyargós folyó lévén csak a gyakorlottabbaknak ajánljuk. És csak magas vízállás esetén, leginkább tavasszal. De tavasszal is sok akadályra, zúgóra és átemelésre kell számítani. Talán az Ipoly-Vece és Dégelypalán közötti rész a legszebb, de egyben a legkockázatosabb is. Délen a duzzasztógátak közelében aztán megszelidül, szétterül a folyó. Bár a felső szakasz technikás jellegű, az Ipoly-Tölgyesi duzzasztógát alatt a kevésbé gyakorlott vízitúrázók is megtalálják a számításukat. Herman Otto külön felhívta a figyelmet az Ipoly fantasztikus halgazdagságára. Az akkor vadregényes tájat és magát a folyót teljesen megváltoztatták a kanyarulatok levágásával. A folyó kiegyenesítése mellett ekkor még megmaradó holtágak megmentették a madárparadicsomot, de később ezeket is bedózerolták, illetve megépültek a duzzasztók a folyóra. Mivel az őshonos halfajok élettere így a duzzasztógátak közé korlátozódott, nemrégiben hallépcsőkkel próbáltak az ívni és táplálkozni vonuló halakon segíteni. A Petényi Márna és a Német Bukó fokozottan védettek. Összesen 11 védett halfa él a magyarországi alsó szakaszon. A folyó letkesi szakaszán 2009 nyarán egy 5 méter hosszú, egyetlen tölgyfából kifaragott bödönhajót találtak. A dendrokronológiai vizsgálat szerint a fát legkorábban 1698-ban vághatták ki. A roncsot kiemelték és ideiglenesen egy bányatóba süllyesztették konzerválás céljából. Az Ipoly nemrég még az evezősök által kevésbé látogatott folyó volt, így turisztikai értelemben nem túl kiépült. Boltokra, könnyen elérhető vendéglátóhelyekre ne számítsunk. Alacsony vízállásnál előbukkanak a hódok járatainak nyílásai. Uha. Hód mindig a víz felé dönti a fát, nagyobb biztonságban érzi magát a vízben. És azért dönti bele a vízbe, mert igazából a rügyeit meg a vékonyágot szereti rákcsálni, nem a vastag törzset, azt is megeszi, ha szükség van rá, inkább télen. De neki az a célja, hogy a vízbe kerüljön, és akkor innen le tudja rákcsálni. És az ilyen befelé döntött fákról így körbe lerágja a kiságokat, és akkor megmaradnak ezek a részek torzóként. Itt van egy akadó mindjárt. Na, ez jó lesz. Jó volt ez a kis zúgó. Ipoly-Damásdon tartunk pihenőt. Ipoly-Damást közigazgatási határán belül két középkori vár nyomai is megtalálhatók. A most Zuvárnak nevezett, az Ódomásd völgy felett 313 méter magas hegyen található vár valószínűleg a 13. században épült, és alig 50 évig lakták. Ipoly-Damásdon elértük a várat, az Ipoly-Damásdi várat. A másik, Damásd várának nevezett helyen az 1300-as évektől a török kor elejéig állt a vár. Ezután a törökök palánkvárat állítottak itt, amit 1594-ben kiürítettek és felgyújtottak, mikor menekülniük kellett.
Az 1600-as évek elején újjáépült magyar végvárat a törökök 1641-ben a saját feletteseik engedélye nélkül békeidőben elfoglalták. Eszterházy Miklós nádor levélben tiltakozott a budai basánál, aki a várat ugyan kiürítette, de előzőleg azért felgyújtatta. A magyar vár ismét felépült, de a váci törökök megtudva a várkapitány ideiglenes eltávozását betörtek. Mindenkit megöltek és végleg elpusztították az építményt. Aztán 1690-ben Pest is járvány sújtotta a falut, így az teljesen kihalt. Később szlovákok települtek be. Folytatjuk a vizitúrát a torkolathoz. Az Ipoly szobnál ömlik a Dunába. Kiértünk. Szlovák oldal, Pilis, és ott pedig már a Börzsöny. A komppal is találkoztunk.